Egy tartozásomat szeretném pótolni. Tudjátok, igyekszem minden egyes emberes küldetésről készíteni egy összeállítást, hogy tisztában legyetek azzal, kik, mivel és miért utaznak a világűrbe. Az orosz MS-24 személyzetéről viszont nem volt időm videót csinálni, de megígértem, hogy pótolni fogom, szóval itt vagyunk. Célkeresztben az MS-24 személyzetem. Szemeket az égre, indulunk! A történet elég zavaros, talán az egyik legkülönlegesebb, már ami a variálásokat illeti, ugyanis a három fő személyzetet eredetileg az MS-23 küldetéssel tervezték feljuttatni a nemzetközi űrállomásra 2023. márciusában. Viszont 2022. decemberében az ISS-hez dokkolt MS-22 űrhajón jelentős szivárgást tapasztaltak. A vele utazó űrhajósok nem voltak közvetlen életveszélyben, a hűtő folyadék hiányában az űrállomáshoz dokkolva a Szojuz űrhajóban nem emelkedett határérték fölé a hőmérséklet. Viszont az akkori számítások szerint miután lecsatlakoznak az ISS-ről aktív hűtőberendezés nélkül, a hőmérséklet elérhette volna a 80-100 Celsius fokot is. Ez már egyáltalán nem volt elfogadható, így pár hét tervezés és tárgyalás után arra jutottak, hogy a soron következő MS-23 űrhajót személyzet nélkül küldik fel a lehető legkorábban. Viszont, hogy ne bukjon az orosz űrügynökség egy űrhajót, ezért az a megállapodás született, hogy a fent lévő három űrhajós egy újabb, körülbelül fél éves ciklust húz le az űrállomáson. Így történt, hogy az MS-22 személyzete rekordot döntve az ISS-en 371 nap után tért vissza a mentesítő MS-23 űrhajóval a Föld felszínére. De ahogy ez lenni szokott, mielőtt lecsatlakoztak volna az űrállomásról, bevárták a váltó személyzetet, akik egy ciklus csúsztatva az MS-24 fedélzetén emelkedtek a magasba szeptember 15-én. Lássuk hát, ki az a három űrhajós, aki feljutott az ISS-re, és milyen rekordra számíthatunk a küldetésük folyamán. A küldetés parancsnoka Oleg Kononyenko az 59 éves mérnök. 24 évesen szerzett repülőmérnöki diplomát Ukrajnában, majd hamar csatlakozott az orosz űrügynökséghez, mint tervezőmérnök. Legtöbbet az űrhajók elektromos hálózatának elemzésével foglalatoskodott. 1996-ban a Roszkoszmosz végül beválogatta az űrhajós jelöltek közé, ahol 1998-ban végzett az alapkiképzéssel. 2002-ben már mint tartalék személyzet készült fel egy ISS-re induló küldetésre. Végül 2008-ban a Soyuz TMA-12 elsődleges mérnökeként indult a világűrbe, ahol két űrsétán is részt vett. Első űrutazásán 199 napot töltött a kozmoszban, ám itt még közel sem ért véget űrbéli pályafutása. 2011-ben már a parancsnoki székben ült a Soyuz TMA-03M űrhajóban, aminek célja akkor is az ISS volt. Az egy orosz, egy amerikai és egy holland űrhajósból álló misszió valamivel több mint 190 napig tartott. A küldetése során egy újabb űrsétával gyarapította űrhajón kívüli tevékenységeinek óráit. Kononyenko egyáltalán nem érezte azt, hogy itt kéne befejezni, de ekkor még nem is álmodhatott arról a rekordról, amit a mostani küldetésen fog teljesíteni, de erről majd egy kicsit később. Harmadik űrutazása 2015-ben vette kezdetét, amikor a Soyuz TMA-17M fedélzetén ismét egy változatos nemzetiségű küldetés parancsnokaként tért vissza az ISS-re. Az orosz parancsnok mellett az egy japán és egy amerikai űrhajósból álló személyzet 142 napot töltött a világűrben. Ezután megint jött némi nem tervezett variálás, amikor 2018. októberében felemelkedett a Soyuz MS-10 űrhajója. Bár Kononyenko nem volt a személyzet tagja, mint tartalék parancsnok, ő is a helyszínen követte az eseményeket.
Ez pedig nem volt egy eseménytelen indítás, ugyanis a start után néhány perccel, körülbelül 50 km-es magasságban, amikor a gyorsító fokozat 4 egysége leválik, az egyik nem távolodott el rendesen a középső fokozattól, hanem beleütközött. Ezzel az egész rakéta megbillent, így a vészmegszakító rendszer aktiválta magát. A kapszula két fő személyzetével biztonságban ért földet, de az űrállomás várta új személyzetét. A kivizsgálás hamar rávilágított a baleset okára, így a következő küldetést, az MS-11-et hamar felkészítették, melynek parancsnoka a pórul járt küldetés tartalékosa, azaz Kononenko volt. Ez a 2018-ban indult küldetés is három különböző nemzetiségű űrhajós szállított az ISS-re, egy orosz, egy amerikai és egy kanadai űrhajós képében. A csapat valamivel több mint 203 napot töltött akkor a világűrben, mi alatt újabb két űrsétát is végrehajtott a parancsnok. 2020-ban bejelentést tett, amiről sokan azt gondolták, hogy a nyugdíjba vonulása lesz a téma, de korántsem ez történt, ugyanis őt jelölték ki az MS-23 parancsnokának, hogy egy ötödik hosszú távú küldetést is végrehajtson. Ugye, ahogy korábban említettem, itt újabb variálás történt a szivárgás miatt, de végül az MS-24 fedélzetén pár hete ötödik alkalommal is elérte az ISS-t. Persze ez a küldetés sem lesz olyan egyszerű, ha már Kononenko missziójáról van szó. Ugyanis a parancsnok az eddigi leghosszabb küldetésére készül, így a tervek szerint márciusban visszatérő űrhajóval ő és orosz honfitársa nem térnek még vissza. Ehelyett a pár nappal korábban érkező Soyuz MS-25 amerikai űrhajósával egy újabb fél évet tartózkodnak az űrállomás fedélzetén. Ezzel a körülbelül egy éves küldetéssel újabb hasznos tudás birtokába jutunk a hosszú távú űrutazások emberi testre gyakorolt hatásait illetően. Kononenko ezzel rekordot fog dönteni, ám nem az űrutazások számát illetően, hiszen John Young már 1981-ben teljesítette az akkori rekordnak számító ötödik űrrepülését. Az orosz veterán az űrben töltött napok számában lesz rekorder. A jelenlegi csúcstartó Gennadij Padalka, a szintén orosz kozmonauta, aki 5 hosszú távú küldetése alatt összesen 878 napot töltött súlytalanságban. Kononenko most ezt a rekordot überelheti, és ő lehet az első ember a világon, aki összesen több mint 1000 napot töltött a világűrben. A veterán mellett a fedélzeti mérnök a honfitársa volt, Nikolaj Csub, a 39 éves informatikus, aki közgazdasági diplomával is rendelkezik. 2012-ben kezdte meg az űrhajós kiképzését, amit 2014-ben fejezett be. 2019-ben már mint a tartalék személyzet egyik tagja készült fel az MS-17 küldetésére, majd ezután jelölték ki, mint az MS-23 első számú fedélzeti mérnöke. Az említett okok miatt került hát ő is a nemrég elstartolt MS-24 fedélzetére, ahol első űrutazásán vesz részt. Végül, de nem utolsó sorban a személyzet harmadik tagja, Laurel O'Hara, a 40 éves repülőmérnök. A magánpilóta és okleveles orvosi technikus hölgy adatfeldolgozóként több mélytengeri misszión is részt vett. 2017-ben választották az amerikai űrügynökség űrhajós jelöltjei közé, alapkiképzését 2020-ban fejezte be. Ő volt az utolsó űrhajós, akit 2022-ben dedikáltak az MS-23 küldetésére, majd a szivárgás miatt, csak úgy mint társai, végül az MS-24 fedélzetén jutott fel az ISS-re. Szeret búvárkodni és barlangászni, és alig várta, hogy a mélységek után a hihetetlen magasságokat is megismerje. A Soyuz rakéta végül 2023. szeptember 15-én a délutáni órákban startolt el, majd csupán pár órával később már sikeresen is dokkolt az űrállomáshoz. Az űrhajósoknak októberre 2 tervezett űrsétát is beütemeztek, de folyamatosan részt fognak venni a tudományos munkálatokban is. Mint minden emberes missziónak, így az MS-24 küldetésnek is van egy jelvénye, amit eredetileg az MS-23 útjához terveztek. Az emblémán végül csak a számot változtatták meg. A három űrhajós neve mellett az űrhajó és célja az ISS is látható. Emellett a Föld és a Nap épp úgy, ahogy a Hold is felfedezhető a képen.
Az űrhajósok egy súlytalansági indikátort is vittek magukkal, ami szintén hagyománynak mondható. Ez általában egy kisméretű plüss figura, ami a személyzet előtt lóg az űrhajóban a start során. A pár perces pályára állás után a figura lebegni kezd a szemük előtt, ezzel jelezve a nyilvánvalót, kijutottak a világűrbe, ahol onnantól súlytalanságban lebeghetnek. Ennél a küldetésnél egy sirályra esett a választás, ami a moszkvai Csehov Művészeti Színház jelképe. MS-24 maceramentes, jó munkát kívánok odafent! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért!